Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. V tokratni oddaji bomo raziskali še nekaj zanimivosti v dolini reke Rabe, ki se vije na skrajnem severozahodnem koncu Narodnega parka Öršek na Madžarskem. Pestra paleta aktivnih doživetij čaka obiskovalca, ki se odloči za izlet na območje med vasicama Dolnji Senik in Žormod. Vabimo vas danes torej na ogled etnografske hišice v vasici Žormod, kolesarjenje do stičišča treh mej ali dlje, pohod po številnih tematskih pohodniških poteh in sprostitev ob naravnem toku reke Rabe. Szentgotthártól 12 kilométerre keletre a Rába völgyében fekszik Rába gyarmat. A település a környéken erős kerékpár és víziturizmusnak köszönhetően úticél lehet az ideérkezők számára. Szentgotthár, mint nagyváros vonzás körzetében a munkavállalás szempontjából nagyon fontos Rába gyarmatnak, valamint Ausztria közelsége is meghatározza az emberek munkahelyeit és ezáltal életüket is. Rába gyarmat község önkormányzata 2019-es választások után szinte teljesen új felállással működik, aktív és törekvő képviselőtestületi tagokkal. Igyekszünk mindent elkövetni azért, hogy Rába gyarmat fejlődjön, mint rendezvények terén, mint az intézményei terén, az épületek állagának megóvásán, a hagyományőrzésen keresztül. Tehát szeretnénk, ha az 5 éves ciklus végére azt mondhatjuk, hogy egy ténylegesen sokat fejlődött falu lesz a következő választás, majd az új képviselőtestület előtt. A színjátszó csoport tavaly ünnepelte a 100 éves évfordulóját. Sajnos nagy rendezvényen nem tudtuk megünnepelni a vírushelyzet miatt, de igyekszünk bepótolni. A színjátszó csoport működik 1920 óta szinte folyamatosan. A háború évei kiestek az előadások sorából, de onnantól fogva egy-két kisebb kieséssel tényleg szinte töretlenül 100 éve működik. A település apró nagyja részt vett az évek folyamán a színjátszó csoport munkájában. Az egész kicsi 2 éves korú gyerekektől a 85 éves nyugdíjasig mindenki megjelent már a színpadon. A színjátszóink tényleg szórakoztatnak, sok munkát fordítanak arra, hogy egy-egy előadás elkészüljön, hónapokig próbálnak, de az a szempontjuk, hogy szórakoztassanak, kikapcsolódást nyújtsanak, és nem csak Rába gyarmatnak, hanem a környező települések lakóinak is, mert egy-egy darabbal több fellépés, több előadást tartanak a Szentgotthárdi járás térségében. A vasi, alig 900 lakos számláló település egyik eldugott utcája rejti a Rába gyarmati falu múzeumot, amely a tavalyi évben ünnepelte 50 éves évfordulóját. Ács Lászlónak, egykori néprajzgyűjtőnek, a múzeum alapítójaként rengeteg múltszázadi, háztartási tárgyat és munkaeszközt sikerült megőriznie az utókor számára. Most az ő fia Ács Miklós vezet körbe minket a tájházban. Rába gyarmat 6-7 ezer éve lakott település. Meg lehet nézni a mennykövákat, amiket a parasztok, a földművesek találtak kint az erdőn. Ugye ezek a régi csiszolt kőbalták. Ezeket mennyköveknek hívták. Itt már nem tudták elképzelni, hogy bárki is tudna egyet csinálni. És hát szépen végig mehetünk a korokon. Római kori lándzsa, Rába parton találták, benne a vízbe. Ott hátrább egy törökkori pipa, azt kint találták a papteleknek a végén. Ugye itt jártak törökök többször is. Fölgyújtották a falut, amikor a Szentgotthárd dicsata után vonultak vissza. És hát ehhez tudnám kapcsolni a múzeum épületét, ugyanis a konyha és a szoba, az két teljesen más építési stílusba épült. A konyha gerendákból van, a szoba pedig tömött deszkából vannak a falak néhány helyen betolva, és agyaggal vannak letapasztva, belülről is. Na most a szoba gerendájában ott az 1850-es évszám található, viszont a konyha és a szoba között a falon van egy tolitúnak nevezik ezen a területen, egy ilyen
áltolható deszka ablak. És valószínűleg, hogy a füstöt nem engedték át a konyhából a szobába, tehát amikor az épült, akkor még a szoba nem volt előtte. Van egy ilyen, hogy a törökök ugye miután fölgyújtották a falut, és vonultak vissza, és utána a földes úr mindenkinek adott annyi faanyagot, amennyiből meg tudott építeni magának egy konyhát az embereknek, egy kamrát a tárménynek, és egy istállót az állatoknak. És hogyha tényleg, mert föltárás történt, felújítás történt, de konkrétan vizsgálatok erről nem történtek, de előtte volt itt a faluban még a 80-as években 10 ház, amiből 2 biztosan abban az időben épült, tehát akkor ez az évszám, hogy 1850. Ez nem egészen igaz az egész épületre, hanem akkor ennek a háznak közel 300 éves múltja van. Összegyűjtöttük, amit össze lehetett. Még az utóbbi, a tavalyi évben is találtunk néhány olyan dolgot, amit az ember el sem tudott volna képzelni, hogy még megvan. Mert az első gyűjtés az 1970-es években kezdődött, amikor is édesapám egy nap Ács László egy nap elsétált itt a múzeumban. Akkor még nem volt múzeum, másétált itt az épület előtt, és úgy átvillant rajta, hogy hát itt van ez a falu, a múlt lassan megszűnik teljesen, egy legalább egy házat meg kellene menteni. Bement akkor községi tanácsra, és mondta, hogy mit lehetne csinálni. És hát mondták, hogy semmi probléma, kitaláljuk. És 11 000 forintért megvásárolták ezt a házat, akkor a konyha és a szoba volt meg, a többi részét lebontották, mert hát jó anyaga volt neki, és eladták. És miután megvásárolták, nekiálltak a felújításnak, új zsuppot kapott az épület, amiből sajnos most már nincs semmi, mert 2-szer történt vele komolyabb baleset, hogy így mondjam. Tehát egyrészt az idő, a zsupp, ami nincs javítgatva, azt tönkre teszi, másrészt gombabetegség költözött az épületnek egyik részében, meggyöngítette és majdnem leborult a teteje. Akkor pár évig úgy volt az épület, hogy nem tudni, hogy mi lesz vele, és akkor a Megyei Múzeum valahonnan szerzett rá a pénzt és felújították. Most a tavalyi évben mi is még egy kicsit újítottunk rajta, meszelések, takarítgatások, gyűjtöttünk hozzá még a kellékanyaghoz. Ugye többféle dolog ki van itt állítva. Nem csak a népi múlt, tehát amiket használtak és amivel dolgoztak, hanem olyan első világháborús relikviák, sisak, világháborúból hazahozott töltényből csinált ágyugolyóból, vagy ágyutöltényből csinált hamutartók, leventezászló, térképek, gázallorsz táska és minden, amit összetudtunk gyűjteni, amit csak lehetett, hát majd gondolkodunk rajta, hogy még szeretnénk mellé csinálni egy lábas szint, amiben még ki tudnánk állítani dolgokat, mert itt nagy a zsufoltság. Tehát van sok minden, hogy úgy mondjam, van ebből túlságosan is sok mindenünk van, ami egyrésztből nagyon jó dolog, mert megmaradtak, másrésztből viszont a hájszüke az annyira nem jó. A következő állomásunk Szentgotthárd, ahol Légrádi Zoltán, a túrabirodalom és őrségi kerékpáros és futófesztivál főszervezője mesélt nekünk az idei programokról és lehetőségekről. Nagyon jó adottságokkal rendelkezik ez a hármas határvidéke. Én nem is gondoltam volna egy pár évvel ezelőtt még, hogy ilyen lehetőségek vannak ezen a gyönyörű környéken. Mind kerékpározás, ami az én asztalom, aztán van a rába, ami meg mások asztala, de gyakorlatilag ezt a kettőt nagyon-nagyon jó össze lehet kombinálni, illetve három országról beszélünk. Most csak a magyar oldalról, hiszen a határok most egy kicsit átjárhatatlanak, de bízunk benne, hogy ez újra adott lesz és újra mehetünk, hiszen itt úgy gondolkodik szerintem az itt élő nép, hogy a határ nem létezik, és nem is szabad, hogy létezzen, csak a régen a fejekben. Kerékpárral meg aztán tényleg egy olyan bejárható vidék, ami mindenki számára hordoz előnyöket, úgy gondolom, minden célcsoport számára megtalálhatóak azok a kívánalmak, amit ő el szeretne érni. Gondolok itt a gyerekektől tényleg a aggasztyánkorúakat, vagy a régóta fiatalokig, hogyha itt szabad mondani.
Szóval kínálunk most már több éve, gyakorlatilag vándortábor indul Szent Gotthárdról az Őrségen át a Vasihegyhátig. Ez most idén már negyedik alkalommal fog debütálni 25 csoporttal, amire óriási nagy igény van, nem csak itt, hanem most már 11 helyen az országban. Ez csak az egyik szegmensem, a csakot idézőjelbe teszem. Aztán rendkívül széles a paletta a kerékpártúrák vonatkozásában, a tematikát illetően is, hiszen itt gondolok akár csak egy ciszter hagyatékra, akár a természet, akár a gasztroturizmus, de bármennyit ki lehet igazából ezekből találni. Adottak a kerékpárok, hála jó Istennek, nagyon jó minőségű kerékpárok vannak, mind amit csak úgymond biokerékpárok, tehát az mi önerőnkből és a mi izomzatunk határozza meg a sebességét, de léteznek már e-bike-ok is, amik elektromos rásegítéssel nagyon sokak segítségére lehetnek, hiszen itt azért vannak, hogyha csak a Vendvidékre tekintünk, 12-13%-os emelkedők, amit mindenki azért valljuk be nem tud abszolválni. Persze feltolni is ér a kerékpártúrákon a kerékpár, de sokkal jobban lehet homogenizálni ezt a teljesítményt. Ezen kívül nagyon-nagyon szeretnénk ma olyan túrákat is csinálni, amikor osztrákok, magyarok, szlovénok mind közösen tudunk tekerni. Erre pár évvel ezelőtt, 2018-ban létrehoztunk Őri Szentpéterről kiindulva egy kerékpáros fesztivált is, ami természetesen átjön Szent Gotthárdon is, hiszen Szent Gotthárd a környék legnagyobb városa, úgymond. Nekem mellesleg szülővárosom is, de nem is ez miatt jövünk át, hanem ott van egy gyönyörű szép goricskó, amit ezen keresztül tudunk elérni, ott van egy gyönyörű szép Vendvidék, amiben aztán megint vannak igazán teljesítmény orientált emberek részére megint vannak lehetőségek. Aztán távlati célok talán az, hogy a hármas határon, a harmadik ország is majd bekerül ebbe a körbe, Ausztria, erre is megvannak a terveink. Most a Covid egy kicsit közbe szólt és keresztbe húzta a terveinket, úgyhogy meglátjuk, hogy idén mit lehet ebből kihozni. Gyakorlatilag áprilistól tervezzük a szezon indítását, április 27-én, de lehet, hogy még előbb is, hogyha majd a Jóisten is úgy akarja, hogy elindulhatunk, akkor el fognak indulni ezek a túrák. Idén lesznek olyanok is, amik ilyen hibrid túrák, úgymond, kerékpár és a kenu is, akár egy Alsószölnöktől Szent Gotthárdig, illetve már az odaúton mondjuk kerékpárral lehet majd abszolválni a terepet. Aztán indulhatunk Szent Gotthárdról Csörötnek, Rábagyarmat, Csákánydoroszló irányába tovább. Igazából ezeket a köröket bármerre lehet csűrni, csavarni. A lényeg az, hogy mindegy hatalmas nagy élmény lesz szerintem a résztvevők számára is, és nekünk is nagy élmény, akik mi szervezzük ezeket, és kitaláljuk, és gyakorlatilag az örömöt látjuk az emberek arcán, akkor tudjuk gyakorlatilag azt, hogy abszolváltuk azt a teljesítményt, illetve azt a célt, amiért létrehoztuk ezeket. Nem mellesleg a kerékpáron ülve, illetve a kajakban ülve is a saját egészségünkért teszünk, és meghosszabbítva talán azt az életciklust, amit itt tölthetünk egymás társaságában. Úgyhogy igazából én azt tudom mondani, hogy konkrétumokról most nem is beszélnék, készül az eseménynaptár, amit folyamatosan át kell egy kicsit szabnunk annak függvényében, hogy miket enged a jogszabály és milyen lehetőségeink vannak. Én bízom benne, hogy nagyon sokan részt vesznek ezeken a túrákon, hiszen itt még megemlítenék egy olyan tematikát is, amikor a kerékpár nem csak a vízi túrázással kapcsolódik, hanem még a vonatos utazással is, tehát a multimodális közlekedés, a hibrid közlekedés is gyakorlatilag előre tör. Ez tavaly indult el ez a dolog, hogy Szent Gotthárdra érkezhetnek vonattal, a Gyesev kocsiaiban a résztvevők, és akkor a vasútállomáson várjuk őket méretpontos kerékpárral, és elindulunk egy A-verzióba a Vendvidék irányába, B-verzió Szalafőre, Pityerszerre, most C-verzióként igaz, nem Szent Gotthárdról, de Csákánydoroszlóról kell egy kicsit ugranom, mert Csákánydoroszlóról pedig a Vadászatóra fogunk menni egy retro kerékpár túra
kapcsán, a retrót azt pedig nem árulom el, hogy mitől lesz retro, el kell jönni, meg kell nézni, részt kell rajt venni, akár úgy is, hogy éppen nem használjuk majd a vonatos utazást, hiszen mondjuk, hogy a szemgotthárdiaknak lehet, hogy kevésbé célszerű, bár innét is el lehet nagyon kellemesen menni Csákánydoroszról. Tehát nagyon-nagyon sok túra vár még ránk az idei évben. Gondolok itt gasztrotúrákra, természeti túrákra, ahol tényleg a természet lesz a célpontban, amellett, hogy gyönyörű szép környezetben tekerünk amúgy is. Nemzeti parkkal közösen szervezünk többféle dolgot, illetve több kenus társasággal, akik a rábát használják, szintén élménytúrák kapcsán, illetve terben vannak osztálykirándulások is, céges csapatépítő tréningek, mindre megvannak, nagyon-nagyon sok tematikánk le van gyártva előre, nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Mi bízunk benne, hogy indulhatunk hamarosan, kerékpárok és mi is készen állunk erre. Mindenkit szeretettel várunk gyakorlatilag a késő tavasz, nyár, aztán egészen a téli időszakban is, hiszen attól még, hogy hideg van, attól nem állunk le. Utolsó állomásunk Alsószölnök, a Vendvidéken fekszik, közvetlenül az osztrák határ mellett, Szentgotthártól csupán 6 kilométerre. Talán épp ez a közelség teszi olyan népszerűvé ezt a békés települést, ahol a Rába partja ideális úticél lehet a kirándulni vágyóknak. Nem meglepő hát, hogy közkedvelt állomás ez a kerékpár és víziturizmus számára is. Ahol most állunk, ez is az egyik turista útvonalunknak a része, az Értékeink turista út. Értékeink az épített értékek, tehát a Nagyboldogasszony templomunk, amit 1815-ben építettek, a kőkeresztek kísérik végig a látogatót, illetve a látogató találja meg ezeket a kőkereszteket, és itt a Rába folyó mellettünk. A Rába folyó ugye Magyarországra Alsószölnöknél lép be, és hát a Rába folyónak meg eleve a szépségeit, akár itt mögöttünk most éppen hattyúkat is láthatunk, a természet kincsei sorakoznak itt egymás után, és attól függéppen milyen időszakban érkezik ide a turista, végig tudja járni ezeket a turista útvonalakat. Nagyjából ez az Értékeink turista út egy olyan 3,2 kilométeres, talán a legrövidebb a három közül. Ugye a Mise út a másik, a Mise útnak meg ugye az a lényege, hogy valamikor két völgyről ide jártak templomba a hívek, és azon az útvonalon alakítottuk ki, nagyjából is egy olyan 4-4,5 kilométeres távolságot ölel fel, és a harmadik a Vasfüggöny turista útvonal, az pedig eleve a nevéből adódóan valamikor ugye a Vasfüggöny, ahol el volt helyezve, azon az úton lehet végighaladni rajta. A vírus helyzet szerintem még inkább motiválja az embereket, hogy a természetben keressenek menedéket, úgymond. Éppen a minap én is a hóvirágvölgynek nevezett tőzike rétet látogattam meg, és nagy meglepetésemre csoportok jöttek. Tehát mindenki próbál a természetbe menekülni. Szerintem a városiaknak most ez az egyetlen úgymond megoldás, hogy valamilyen szinten ezt a mostani problémát átéljék. Mennyire tudtok részt venni a víziturizmusban? Hát van egy Alsószolnokon egy Alsószolnoki Sport és Turisztikai Egyesület, aminek az egyik klubja, a turisztikai klub, jó kapcsolatot ápol a szentmártoni településsel, és szervezett túrákat szoktak közösen megoldani. Gyakorlatilag itt szoktak kiszállni, ahol most vagyunk, és akkor egy piknik, egy kis gulyással szokták őket várni. Hát ez egy régi kapcsolat, visszatérő vendégek is vannak, tehát szeretik. Az az igazság, hogy itt a Rába még szabályozatlan, tehát a természet, ahogy megteremtette, úgy várja a látogatókat. A kerékpárútvonalak egyrészt hiányoznak, másrészt ugye az összekötő utakat használják, és egy zöld projektben vettünk részt Grád településsel, Szakonyfaluval, Őri Szentpéterrel, ott a Nemzeti Park volt a vezetőpartner, és például ott a játszóterünk, ahol fitness eszközöket állítottunk fel, és ott meg tudnak pihenni
a kerékpárral érkezők akár egy tízórai vagy egy uzsonna erejéig vízvételi lehetőség is van, tehát akik átutaznak, azok meg tudnak pihenni, és van brossúránk, amit szét szoktunk osztani, illetve több helyen terítik, és ezekből a turista útvonalakról is tudnak olvasni, térképet is találnak, tehát akár Ausztria fele is, vagy Szlovénia fele is tudnak innen menni. Tehát a mi elhelyezkedésünk szerencsés abból a szempontból, hogy az osztrák határ az teljesen itt van, 1 kilométeren belül, a szlovén határ meg gyakorlatilag 7-8 kilométer. Nem sokára leváltja a tavasz a telet, és újra kivirágzik ez a környék, hogy színeivel elvarázsolja az ide tévedőket. Akár horgászni, kirándulni, sétálni vagy csak pihenni vágynak, a vendéglátóhelyek turisztikai szolgáltatók nyitott kapukkal fogadják a vendégeket. Za nami je še zadnja izmed serije oddaj Mura Raba Tour, skozi katere smo predstavljali številne zanimivosti čezmejnega območja med rekama Muro in Rapo. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.